Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás október 31-éig. Ügyelj az anyagiakra és rendezd a dolgokat. Ez a kártya utalhat a munkádra, a hivatásodra is. Itt sikereid vannak, hiszen te vagy itt az uralkodónő, és uralkodsz a helyzeten. Mivel itt megjelenik a Vénusz bolygónak a szimbóliája, az jelenti a te nőiességedet is. De van valaki a környezetedben, aki megpróbál megsérteni téged. Itt vannak korlátozások és álmatlan éjszakák. De ügyelj a te saját értékeidre is, és ne hagyd azt, hogy mások megbántsanak téged. Hiszen itt, ahogy ez a kártya mutatja, itt igazságtalanságokról van szó. Két lehetőség van. Vagy kezedbe veszed ezt a botot, és az utal a tűz elemére, ami jelenti a te bátorságodat. Ezeknél a kihívásoknál az életerődet, és meg tudod védeni magadat. A baj csupán az, hogy itt megjelenik a tolvaj, és elrabolja ezt az életerőt, és itt, ahogy az erő is látható a képen, erőtlennek érzed magadat. Onnan kellene elgondolkozni, hogy érdemes-e ide erőt befektetni. Persze, ez a tolvaj jelentheti azt is, hogy valaki rabolja az erődet és az energiádat. És akkor ez a kártya azt jelenteni számodra, védd magadat. Mielőtt a tettek embere vagy, inkább szünetelj egy kicsit. Tekints befele, gondolkodj el a dolgokon, megéri-e vagy sem. Mi a hited? Miben hiszel? A képek azt mutatják itt, hogy lesz egy sorsdöntő változás. Előre mennek az események. Meg lesz nálad újra az életerő és a kapcsolatok. Ez a kép utalhat a szerelemre is, hiszen a kelyheknél érzelmekről van szó, és a háttérben látható itt a gyógyító erő is. A kártyáknak gyakran van szimbolikus jelentése, és ez a kép utalhat egy előnyös szerződésre is. Itt megvannak az ötletek és a tervek. Hamarosan lesz kommunikáció is. Lesznek a megújulások, és itt sikered lesz, erre utal ez a kártya. Amire oda kellene figyelned, ezek az anyagiak és az értékek. Mielőtt megvan ez a nyereség és szerencse, vedd kezedbe ezt az egyes érmét, mert ez a tiéd, figyelj oda rá! Ez nem csak a pénzt jelenti, hanem a te értékeidet is, a tudásodat, a tehetségedet, amit te adni tudsz másoknak. Légy ennek is tudatában, mert ez jelenti számodra a nyereséget és a sikert. Mielőtt lépéseket teszel itt egy irányba, vedd kezedbe ezt a botot, és figyelj oda arra, hogy tulajdonképpen mit akarsz elérni. Legyenek konkrét célok. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem a munkádat illetően is. És itt hamarosan lesz egy sorsdöntő fordulat, és felfedezed itt a hátad mögött ezt a két kelyhet, ami itt is látható, utal a párkapcsolatra, a szerelemre, esetleg egy előnyös szerződésre. És ez volt a felvétel, kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!